Pécsváradi Solti és természetesen szekszárdi fiatal fúvósok álltak színpadra házigazdi együttes meghívására a Pünkösdi Hal és Vadünnep szombati napjának délutánján az impozáns helyszínnek számító Vármegyeháza udvarán. A közös produkció már-már hagyománynak számít. Általában csak 3 zenekarra szerepel rajta, sőt tavaly csak 2 zenekar volt. Nagyjából az infrastruktúránk, a személyi állományunk ezt bírja el, de én ennek is nagyon örülök, hiszen ez nekem egy évtizedes álmom volt, hogy valamiféle fúvózenekari fesztivált idehozni Szekszárdra, és hát ez most így a Pünkösdi Fesztivál keretében megvalósult. Ebben nagyon nagy része van a kormányhivatalnak, és hát a főnökömnek, aki végül is összerakta ezt az egészet, Ágostonné Béres Kornélia, ő segített megoldani azokat a problémákat, amik eddig ennek az akadályát képezték. A zenekarok vezetői mondhatni régóta ismerik egymást, ezért is gondolták jó ötletnek, hogy a fiatalok egymásnak és persze a szekszárdi közönségnek is bemutatkozhassanak idén is. A pécsváradiaknál, a Karnagyukkal, a Wagner Jóskával együtt jártunk főiskolára, meg többször találkoztunk, hisz Pécsváradon 2 évente szokott lenni egy találkozó, oda egy időben rendszeresen jártunk, tehát régóta ismerjük egymást. Hát a Fuchs Attila ismeretség az új keletű, az új oktatási törvénnyel jött be, ugyanis ő volt a minősítőm a PET 2 vizsgám, és akkor hirtelen jött az ötlet, hogy ő is fúvós, én is fúvós, neki is van zenekara, nekem is, mi ne hívjuk meg. A közös produkciókat megelőző háttérmunka számomra egyik legérdekesebb kérdése, hogy miként zajlik a repertoárok összehangolása. Most erre a régóta foglalkoztató kérdésre is választ kaptunk. Nincs egyeztetés, úgy van, hogy mindenki elküldi, hogy mit akar játszani. Ha van azonosság, akkor tisztázzuk ezt a dolgot. És hát a lényeg, ami a fontos, az az utolsó 4 szám, amikor a 3 zenekar összeáll, és így adunk, hát az ugye valami fantasztikus. Azért van egy olyan általános fúvózenekari repertoár, amit nagyjából minden karmester, meg minden zenekar ismer, ez alapján rakjuk össze. A szekszárdi ifjúsági fúvózenekar tagjainak szerencsére bőven volt dolguk idén, a fiatalok egészen mozgalmas szezonon vannak túl. Egy elég sűrű szezonon vagyunk túl, hisz szeptemberben kezdtünk Tolnán a Brass Vegas fesztivállal, aztán mi utaztunk Németországba, viszonozva a májusi látogatásukat. Januárban volt a 30+1. Koncertünk, és hát a szokásos fellépéseink, Hősök napján, Szüreti fesztiválon, iskolákba járunk ki játszani, főleg a DNS iskolákba. Úgyhogy elég nehéz, elég mozgalmas éven vagyunk túl, úgyhogy lassan jól esik a pihenés, azért a júniust még végig próbáljuk. Júliusban leállunk, és hát augusztusban kezdünk, mert szeptemberben Szüreti Fesztiválot nyomni kell bizony.